Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jele Jászmin Krisz vagyok. Fő témáink néhány mondatban. 1956-os forradalom Tolna vármegye szerte megemlékeztek a szabadságharc 67. évfordulójáról. Jubileum, 30 éves a máltai szeretett szolgálat Bonyhádi csoportja. Népdal éneklési verseny, a 101 éves Anna néni előtt tisztelettek a résztvevők. Október 23-án Tolna vármegye szerte tartottak megemlékezést az 1956-os forradalom 67. évfordulójának tiszteletére. A településeken versekkel és zenés műsorokkal idézték fel a szabadságharc eseményeit. 67 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án robbant ki a magyar forradalom és szabadságharc, amelynek emléke előtt Tolna vármegye szerte tisztelegtek. Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola diákjainak Örökség című előadását láthatták a résztvevők. Ezt követően Gyurkovics János alpolgármester mondott beszédet. Úgy fogalmazott, hogy a szabadságvágy sok helyütt egészen földhöz ragadt indokokból indult ki, az emberek a létbizonytalanságtól akarták menteni magukat és a családjukat. 56 történései egyenesen kiáltanak érte, hogy érdekeit párhuzamba állítsuk jelenkorunk kívásaival, hogy meghalljuk a mai generációknak szóló üzenetét. Olyan időkben, pedig amikor újra forrong a virág körülöttünk, különösen jól teszünk, ha nagyobb érdeklődéssel vagyunk a történelem tanítása iránt. Bonyhádon a hagyományokhoz híven a megemlékezés keretében adták át idén is a 2003-ban alapított Boros Dezső díjat, amelyet kimagasló sportolói tevékenysége, hazai és nemzetközi sikerei elismeréseként Baróti Árpádnak ítélt oda a képviselőtestület. A rendezvényen Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár mondott ünnepi beszédet. A Bölcség és annak fővárosa, a Percelek városa, Bonyhád különleges hely, mert itt, mint ebben a tenger, érezhető az ezer éves magyar történelem utolsó száz évének minden áradása. Mert hogy gyakran kiáradt a történelem, a magyar történelem folyama, és bár előbb vagy utóbb visszatért a medrébe, rombolásának nyomai megmaradtak. A résztvevők végül fáklyás felvonulással, majd a bonyhádi hősök nyughelyénél emlékeztek meg az 56-os forradalomról. Tamásiban a helyi Vőrc Ádám általános iskola tanulói adtak emlékező műsort, majd Széles András alpolgármester mondta el az 56-os eseményekkel kapcsolatos gondolatait. Ha már azon bosszankodunk egy boltban, hogy miért nem nyitnak még egy pénztárt, miért kell annyit sorba állni, pedig nem is olyan rég a bolt előtt álltak sorban, jeggyel, hát hogy jut valami. Na a lányok, asszonyok, körmöshöz járnak, régen a férfiakat vitték. Ma itt vidéken egy disznóvágás, egy élmény. Akkor maga a rettegés. A magyaroknak az a baja, ha nem működik az internet hálózat. Az 50-es években az volt a baj, hogy működött a besugó hálózat. Félelembe tartott mindenkit. Fogolhatnám a végtelenségig, de nem ez a lényeg, hanem hogy tudnunk kell, ami most megadatik, az nem természetes. A városban a hagyományoknak megfelelően minden évben az október 23-ai ünnepség keretében kerül sor a városi kitüntetések átadására. Ez idén sem történt másként. Elvették az életem, mi maradt a hissérelem, egy emberöltős így vagyok, adtam, semmit nem kapok. A Dombóvári Evangélikus Általános Iskola tanulóinak műsorával elevenítették fel az 56-os eseményeket a városban. A tartalmas előadásban a fiatalok és tanáraik együtt tolmácsolták a nemzeti ünnep legfontosabb gondolatait. Végül Nagy Roland, a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium igazgatója, a Dombóvári Képviselőtestület Humánbizottságának tagja szónokolt a rendezvényen. Meghalni érte dicsőség, az igaz, azonban nem elég még ahhoz, hogy szabadtá tegye az életben maradottakat, ha azok nem vállalják a rájuk eső részt. Mert a szabadságot, magyarok, ki lehet vinni valahogy azzal, ha sokan meghalnak érte, de megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben marad,
élni is tudám érette, napról napra. A program zárásaként Pintér Szilárd polgármester, a képviselőtestület tagjai, a város intézményeinek, civil szervezeteinek vezetői együtt sétáltak át a dombóvári emlékműhöz, és helyeztek el egy-egy koszorút a hősök tiszteletére. Fegyvertelen ifjú sereg tízes sorban indult, és tengerle és fergeteg, pusztulj, gyalázatos múlt. Faddon az ünnepi program a Váci Mihály utcai kopjafa koszorúzásával vette kezdetét, majd a Béri Balog Ádám művelődési házban tartott megemlékező műsorral folytatódott. A színpadi produkcióról a Gárdonyi Géza általános iskola 8. osztályos diákjai gondoskodtak. Az előadást követően Bordács József polgármester állt pódiumra. Elmondta, 1956. október 23-án egyetlen eszme, a szabadság eszméje kovácsolta össze a magyarokat. Az ünnep példa és tanulság. Az ünnep mérce és igazodási pont. Az ünnep tartásnak erkölcsi alapot szolgáltat és kapaszkodót biztosít számunkra a világban. A magyarság legjelentősebb pillanatai azért váltak hitelessé, mert mélyükben a közösségre jött. Mi ezekben a jelentős pillanatokban képesek voltunk összefogni a hazánkért, az otthonunkért, akárhonnan jöttem, bárkibe engednék, nem kérdezném tőle, hát téged kiküldöm. Tolnán a Szent István Katolikus Gimnázium diákjai adtak látványos és egyben elgondolkodtató műsort. Ezt követte Appelszófer Ágnes polgármester ünnepi szónoklata. Kiemelte, hogy bár évtizedekig úgy hihettük, az 1956-os forradalom és szabadságharc elbukott, valójában mégis győzött, hiszen belőle fakadt a rendszerváltozás, és ma is szívünkben hordozzuk eszményeit. 67 évvel ezelőtt az egész világ Budapestre figyelt. Ez a szűk két hétben szorított élet-halálharc mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy a magyarok szabadságharca az akkori nagyhatalmi erőviszonyok között nem kaphatott esélyt. A pesti srácok halált megvető bátorsága azonban így is gyógyíthatatlan sebet ejtett a kommunizmuson, és megrendítette a szovjet birodalmat. A polgármester beszéde után az emlékezők a hősök terére vonultak, ahol az intézmények, pártok, társadalmi szervezetek képviselői koszorút helyeztek el az 56-os emlékműnél. Brüsszelben nem hajlandók belátni, hogy a nagyobb illegális migráció nagyobb terrorfenyegetést jelent, mondta Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy az illegális migráció és terrorfenyegetés miatt újraépülnek a határok a schengeni övezetben, és ez a helyzet nem fog javulni, csak ha a migráció és a terrorveszély enyhül. Az illegális bevándorlás szétveri azt, amit az EU felépített, pedig a magyar kormány mindig arra figyelmeztetett, az illegális migrációt a külső határokon meg kell állítani, különben veszélybe kerülnek az alapvető értékek, a biztonság és a szabad mozgás, de még a gazdasági kapcsolatok is. Soha ilyen rossz állapotban nem volt még a schengeni övezet, mutatott rá Rétvári Bence. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Bonyhádi csoportja. A jubileumi rendezvényen a szervezet alapító elnöke, Kozma Imre atya is jelen volt. Úgy fogalmazott, hogy a szeretet és a közösséghez való tartozás különösen fontos a mai világban. Alakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Bonyhádi csoportja. Kozma Imre atya mellett köszöntő beszédet mondott Filóné Ferenci Bolya, Bonyhád polgármestere, Kövesfalvi Sándor az Egyesület Dél-Dunántúli régiójának vezetője és Kisné Mária főorvos. A 3 évtizedes jubileum jelentős mérföldkő, mondta Súrián József, az Egyesület Bonyhádi csoportjának vezetője. Hozzánk önként jönnek az emberek lelki indítatásból elsősorban, mert akik szerencsétlen sorban vannak, szegények, azokon megesik a szívünk, részvét támad bennünk, és mi annyiban különbözünk talán az embertársaink többségétől, hogy bennünk a részvét, az irgalom, az cselekvő szeretetté válik. Kozma Imre atya szerint a modern, európai ember elhagyta az Isten hitet.
Hozzátette, a szeretet és a közösséghez tartozás különösen fontos a mai világunkban. Hogy azok az emberek, akik rászorulnak támogatásra, akik olyan helyzetben vannak, hogy talán egyedül nem is tudnának létezni, ezek az emberek is ne csupán valami támogatást kapjanak ahhoz, hogy létben tudjanak maradni, hanem valamit meg tudjanak sejteni a másik ember elkötelezettségéből, a másik embernek a szeretetéből, mert valójában ez éltet bennünket. Az ünnepély közös vacsorával zárult. Az őszi lombhullás idején a téli álomra húzódó sünök védelmére szólít fel a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, ugyanis az óvatlanul elvégzett őszi kerti munkák veszélyeztethetik az emlősöket. Mint írták, a kertek, parkok rendezése során összegerebjézett ideiglenes levél és rűzsehalmok ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre készülő állatok számára, amelyeknek téli álma akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius fok alá csökken. Fontos, hogy amikor elszállítják ezeket a növényi halmokat, vegyék figyelembe az esetleg alattuk megbúvó sünöket. A természetvédők azt ajánlják, hogy ne vasvillával, hanem a szerszám nyelével vagy hosszabb erős bottal, majd kesztyűskézzel fentről lefelé haladva forgassuk át a halmot, így győződve meg arról, hogy nincs-e alatta sün. A 101 éves Pap Lajosné faluközi Anna tiszteletére rendeztek népdaléneklési versenyt Bonyhádon. Az eseményen mintegy 50 fiatal lépett fel, akik többek között Ízményről, Majosról, Mohácsról és Pécsről érkeztek. Pap Lajosné faluközi Anna tiszteletére népdaléneklési versenyt tartottak a Széchenyi István iskolában Bonyhádon. A bemutatón induló legfiatalabb gyermek 6, a legidősebb 13 éves volt, mondta Gál Martin Elvira, a bonyhádi székelykör elnöke. Azt gondolom, hogy az éneklés fontosságát folyamatosan ébren kell tartani. Az éneklés nyugtat, az éneklés örömmel halmozza el bennünket, ugyanakkor a bánatunkat is ki tudjuk énekelni, és a mai világban erre egyre nagyobb szükség van, nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is. A szervezők a versenyből a jövőben szeretnének hagyományt teremteni, mondta Pap Domonkos, Pap Lajosné faluközi Anna gyermeke. Nyilván a családnak ez egy hatalmas nagy élmény, kicsit büszkeség, bár nem szeretem ezt a szót, inkább a hálát mondanám. Tehát nagyon örülünk, tevékenyen részt is veszünk benne, nagyon örülünk, hogy ez megvalósult. A nap ünnepeltjének a 101 éves Anna nénnek is tetszett az énekesek előadásai. Jaj, hát azok nagyon szépek. Úgy örültem, úgy örülök, mikor egyedül egy kislány vagy egy fiú csoportba is, de annyira örülök, aki egyedül énekel. A produkciókat Steiner Józsefné, a Völcsing Néptánc Együttes művészeti vezetője és Szabóné Gáncs Tünde népdalénekes értékelte. Regionális híreink következnek. Új helyre költözhet a Cigány Egyesület Pécsen, novemberben vennének ingatlant a tervek szerint. Átadták az év kórusa címet, 6 énekkar lépett fel Pécsen a belvárosi református templomban. Balesetet okoztak, de nem álltak meg, vádat emelt ellenük az ügyészség. Új központot alakíthat ki a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, amely korábban a Rácz-Aladár közösségi házat működtette a József utcában Pécsett. A szervezet tervei szerint novemberben juthatnak egy másik ingatlanhoz a vármegyeszékhelyen. Mint ismert, a közösségi házat eladták, mert az egyesület támogatása annyira lecsökkent, hogy gondot okozott az ingatlan fenntartása. Üdvözöljük a Pécsi Iszlám Kulturális Központban, ez olvasható a József utcai épületen. Az ingatlan a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesületé volt, de el kellett adniuk, mondja a szervezet elnöke. Most ebbe a gazdasági háborús helyzetben tudomásul vettük, hogy nem tudják támogatni a Cigány Kulturális Központunkat, hogy Rácz-Aladár nem érdemli meg, hogy egy főutcába, közel a főutcához, főtérhez legyen egy háza. Elmegyünk a peremterületre,
közelebb kerülünk a cigánysághoz, magához, és próbálunk az egyszerű embereknek is megfelelő kulturális programokat szervezni. Az egykori Rácz-Aladár közösségi ház létrejöttének támogatóit is megkeresték az elmúlt időszakban, hogy segítsenek megoldani a kialakult helyzetet. Vegyék meg, majd adják ki nekik bérbe az épületet, ez volt először a kérésük. Sem a kormányzat, sem a megye, sem a város nem reagált erre a dologra, és hát a működést ugye nem lehetett ilyen bizonytalan költségvetési helyzetbe tovább fenntartani. Sajnos az uniós pályázati források is csökkentek, vagy éppen nem nyertünk rajta, mások lettek a favoritok, ezért nem szerettük volna, hogyha árverezni kell, hogyha adósságállomány keletkezik, és árverezni kell az épületet, ezért gondoltunk már 3 évvel ezelőtt arra, hogy megpróbáljuk meghirdetni és értékesíteni. Azonban a ház elrendezése nem teszi lehetővé, hogy például lakásokat alakítsanak ki benne, ezért nehéz volt vevőt találni, mondja az egyesület elnöke. Szerencséjükre jelentkezett az Iszlám Kulturális Központ, akik egy kuvaiti adományból megvásárolták az épületet. Most ebből a pénzből szeretnének új központot kialakítani, mondja Kostics István. A következő központ kialakítását most jelenleg Gyárvároson próbáljuk elképzelni, egy liciten szeretnénk majd részt venni novemberbe, és remélhetőleg ez sikerül, és fel tudjuk majd tavaszra újítani ezt a kinézett épületet, és meg tudjuk kezdeni újra a közösségi működést. Egy önkormányzati épületet szemeltek ki, amire licitálni fognak. Csak ennyit árult el a tervezett ingatlanvásárlásról az elnök. Arra a kérdésre pedig, hogy mennyiért sikerült eladni a József utcai ingatlant, azt válaszolta, hogy áron alul tudták csak a kialakítása miatt. Pécs legjobb ifjúsági kórusainak ünnepi hangversenyét rendezték meg a belvárosi református templomban. 6 énekkar lépett fel a szakrális helyszínen. Az ünnep alkalmával kiosztották az év kórusa és a dicsérő okleveleket is. Az éneklő ifjúság díszhangversenye zajlik éppen a pécsi belvárosi református templomban. Egy nagyon régi, szép, ám megszakadt hagyomány szeretnének most újraépíteni. A Mátyás király általános iskola nagy kórusa is megkapta az év kórusa elismerő címet. Karnagyuk Módos Anita 2015 óta vezeti az iskolai kórust. Mióta én a kórust vezettem, ez volt a második alkalom, hogy elnyertük ezt az év kórusa kitüntetést vagy díjat, ami hát mindenképpen egy nagyon rangos elismerés. Úgyhogy nagyon örültünk neki, a gyerekek is nagyon örültek neki, sokat készültünk, bár minden évben nagyon sokat készülünk. Sok összetevője van ennek, én azt gondolom, mind tudásban, mind felkészülésben, mint ott éppen abban az adott pillanatban, azt gondolom, hogy a tudásunk legjobbát tudtuk adni. Azok a kórusok, amelyek a legjobb eredményeket érték el, ezen a helyszínen kapják meg a díszokleveleket és az év kórusa kitüntető címet. Eközben a közönségnek is bemutatkozhatnak a kórusművek előadásával. Ez az éneklő ifjúság csúcsa, hogy úgy mondjam, és nagyon büszkék vagyunk, mert a kiemelt aranyérmes fokozatú kórusokat fölterjesztjük az Országos Szövetségnek, és utána ők leküldik azokat az okleveleket, és ebben 3 külön dicsérő oklevél, amit átadtunk, és 4 évkórusa van, ami a legrangosabb a magyarországi éneklő ifjúságban, tehát ez külön öröm megint, hogy 4 évkórusa van. A fellépő 6 kórus közül a Kodály Zoltán Gimnázium Bartók Béla leánykara, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium a Laudate fiú kórusa, a Szentmór Katolikus Iskola Központ kórusa és a Mátyás Király Általános Iskola nagy kórusa érdemelte ki az évkórusa címet. Ezt az ünnepi hangversennyel összekötő díjátadót szeretnék a jövőben is folytatni. A pécsi járási ügyészség segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett büntet miatt emelt vádat 2 férfival szemben, akik miután közlekedési balesetet okoztak, nem nyújtottak segítséget a sérülteknek. Nem álltak meg, hanem tovább hajtottak, egy szemtanúnak kellett feltartóztatnia őket. Az ügyészség a büntetés mértékére is indítványt tett.
Autó az árokban Pécs és Szigetvár között az ügyesség felvételén. A jármű vezetője csak így tudta elkerülni, hogy frontálisan ütközzön a szembejövő autóval. Az ügyben most emeltek vádat. A Pécsi járás ügyészség segítségnyújtás elmulasztásának a büntette miatt emelt vádat két elkövetővel szemben. A vádlottak 2023 áprilisában Pécs irányából Szigetvár felé közlekedtek gépkocsijukkal, amelyeket az egyikük vezetett, míg a másik az anyósülésen foglalt helyet. Kacsóta községet elhagyva, mintegy 120-130 km-es sebességgel akarták megelőzni az előttük haladó gépkocsit, ennek során azonban nem vették figyelembe a szemből érkező autót is. Ennek az autónak ekkor vízfékeznie kellett, majd a sofőr jobbra rántotta a kormányt, és ennek következtében az árokba hajtott. A vádlottak a történtek ellenére tovább hajtottak. Nem álltak meg, hogy megnézzék, megsérültek-e a vétlen jármű utasai. Az egyik szemtanú utánuk ment, a következő faluban meg is állította őket, tájékoztatta arról, hogy baleset történt és sérültek is vannak, a két férfi azonban ennek ellenére továbbhajtott. A balesetben érintett gépkocsiban négyen utaztak, közülük egy kiskorú gyermek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el. A vádlottak a segítségnyújtás elmulasztásának a bűncselekményét valósították meg, a gépkocsi vezetője a súlyosabb bűncselekményt, ez büntetti alakzat, ugyanis ő idézte elő a veszélyhelyzetet, míg a mellette ülő férfi azáltal, hogy nem ment vissza, ennek a vétségét követte el. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt súlyosabb sérülés. Az ügyészség a büntetés mértékére is indítványt tett. Az ügyészség a vádlottak közül a gépkocsit vezetőnek felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt, amennyiben a bűncselekmény elkövetését beismeri, illetőleg a közúti járművezetéstől való eltiltást is indítványozta, míg a másik férfi esetében pedig pénzbüntetés az indítvány. A vádlottak azzal védekeztek, hogy nem észlelték, mi történt a másik járművel, ezért nem álltak meg. Miután pedig a szemtanú megállította őket és elmondta, hogy balesetet okoztak, akkor azért nem mentek vissza, mert féltek, hogy bántalmazzák őket a vétlen autós utasai. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. 1956-os forradalom Tolnavár megye szerte megemlékeztek a szabadságharc 67. évfordulójáról. Jubileum, 30 éves a máltai szeretett szolgálat Bonyhádi csoportja. Népdaléneklési verseny, a 101 éves Anna néni előtt tisztelettek a résztvevők. Szerda reggelre többnyire elcsendesülnek az éjszakai esők, napközben változó napsütés várható. A nappali időszakban csak elvétve, illetve az északi megyékben fordul elő futó záporeső. Jelentős csapadék nem valószínű. Este, éjjel keleten is mérséklődik a szél, illetve hajnalban a déli megyékben ismét élénkebb délnyugati áramlás támadhat. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!